Köszöntök mindenkit! Önök a Hírodalmat látják 1815 eseményeivel. Egy korszak lezárult. Az idei év nehézségei miatt feloszlott a Pesti Színtársulat. Állandó épület és támogatások hiány nem tudták fenntartani, így könnyes szemmel, de búcsút kellett vegyenek a társulat tagjai egymástól. Katona József a Hírodalomnak adott interjújában elmondta, hogy most biztosan felhagy a színészettel, más területet keres. Ennek megfelelően jövőre szeretné letenni az ügyvédi vizsgáját, mert önálló ügyvédként akar dolgozni a közeljövőben. Kölcsey Ferenc egyértelműsíti véleményét. Figyelmet keltett a Szemere Pállal együtt kidolgozott mondolatra való felelet. Az 1813-ban kiadott nyelvújítás elleni gúnyiratra adott válaszokban Kölcsey egyúttal állást is foglal a nyelvújítás mellett. Egyes szakértők szerint a nyelvújítás sikereit előre lendíti a költő kézzel fogható álláspontja. Fazekas Mihály tiltakozik. A Hírodalom már korábban beszámolt az 1804-ben keletkezett Ludas Matyi kapcsán. A kéziratban igen népszerű művet most a plágium botrány beárnyékolja. Stábunk információi szerint Bécsben a szerző személye ismerete nélkül kiadták a Ludas Matyit. Fazekas Mihály most levélben tiltakozik a kiadás ellen. Szeretné elérni, hogy átdolgozhassa a művet, és saját neve alatt legkésőbb 2 év múlva kiadhassák szintén Bécs városában. A lélekgyógyító utazások. Kazinczy Ferenc idén többek között Pest, Győr és Bécs városába is elutazott. Jövőre Erdélyt szeretné meglátogatni, ami elmondása szerint egy valóságos diadalmenet lesz. Célja az utazásokkal nem más, mint a lelki egyensúly megteremtése. A nyelvújítás miatt keletkezett stresszt szeretné levezetni, így a meditációt kiemelten fontosnak tartja életében. Bízik abban, hogy az elvonulások után kibékülhet Kisfaludi Károllyal, és az Aurora című folyóirat munkatársaként dolgozhat a jövőben. Köszönjük a figyelmet! Önök a Hírodalmat látták 1815 eseményeivel.